Köszöntöm a stúdióban Rajnai Gergelyt, a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzőjét. Jó estét kívánok! Na hát ön hogy értékeli ezt a mai vitát, illetve először az Orbán beszédet? Jó estét! Hát szerintem nagyon sokféle nézőpontot láttunk. Tehát alapvetően Orbán Viktor is az első beszédében, ugyan, ami nem a válasz volt, hanem az eredeti beszédében, illetve aztán később a néppárti vezető is, elsősorban ezt egy szakpolitikai vitának próbálta beállítani, ahol a CEU ügy, illetve a civil törvény kerül középpontba, míg a többi, a Orbán Viktorral kevésbé barátságos pártok pedig általánosabb vitát próbáltak ebből generálni, és a migránsok kerültek elő, és általánosabb ügyek, és aztán végül Orbán Viktor válaszában is végül is általánosabb ügyekről beszélt, és így elment a vita egy egészen más irányba, mint ahonnan elindult. Emellett pedig azt lehetett látni, hogy egészen más kritériumokat határozott meg Orbán Viktor abban, hogy miért sikeres Magyarország, vagy miért lehet sikeres egy ország. Ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy azért furcsa neki az, hogy egyáltalán őt állandóan ide citálják Brüsszelbe, mert hogy Magyarország micsoda gazdasági sikereket ér el, alacsony az államadósság, folyamatosan alacsony a deficit, van növekedés, és szerinte ez az elsődleges sikerkritérium egy országnak, nem az, hogy mennyire jogállami, milyen különböző civil szervezetek mit mondhatnak és mit nem. Míg az európai mainstream szerint pedig ez egyáltalán nem így van, sokkal inkább ezek a jogállami kritériumok sokkal fontosabbak, mint akár a gazdasági teljesítmény. Nézzük meg a reakciókat, ugye Martin Weber szólalt fel utána közvetlenül, ami nyilván azért érdekes, mert ő a néppárt frakció vezetője, vagyis a Fidesz párt családjai. Megvédte a civil törvényt, nem érti a CEU törvényt, a nemzeti konzultációt elítélte, én így foglaltam röviden össze, nyilván ezért árnyaltabb a dolog. Igen, hát ezt egyértelműen azért csinálta, mert szerettem volna azt, hogy itt vannak legitim szakpolitikai viták, az akár pártcsaládokon belül is abszolút működik az Európai Unión belül is, tehát olyan pártok vannak egy pártcsaládon belül, amik nagyon alapvető kérdésekben nem értenek egyet, ez megszokott. Az nem megszokott, hogy valaki még az európai alapértékekről egészen más gondoljon a pártcsaládon belül, és ezért próbálta Weber azt hangsúlyozni, hogy itt apró szakpolitikai viták vannak, amiket ki lehet küszöbölni, és hogy ebbe az irányba szerette volna terelni a vitát. Mennyire volt éles az ő mondandója, vagy mennyire nem? Sokan azt várták, hogy a néppárt most majd kiáll, vagy kritizálni fogja még jobban Orbán Viktor, vagy a magyar kormány lépéseit. Hát azt azért lehetett hallani, hogy azért a Fidesz szavazatai azok nagyon kellnek a néppártnak, nem akarnak megválni tőlük, de annyira éles volt, hogy azért hazai médiában el lehessen adni. Tehát ugye Webernek fejük, hogy német, tehát Németországban azért el kell tudni adni, hogy valójában az európai értékek mellett kiállnak. Ezt megtette, viszont próbálta úgy megfogalmazni, hogy ez továbbra is egy európai párt, aminek néhány szakpolitikájával nem ért egyet még az Európai Néppárt sem. Mindeközben a miniszterelnök egyébként itthon magyar virtusról posztolt, mielőtt kiutazott, aközben tegnap megíródott egy levél, ami persze aztán nyilvánosságra is került, hogy a fideszes EP képviselők írták a frakciótársaiknak, a néppárti képviselőknek. Hát meglehetősen békülékeny volt a hangvétel, a sajtó úgy hozta, hogy könyörgőre fogta, vagy könyörgőre vette a Fidesz. Mit szól ehhez a levélhez, vagy ehhez a hangnemhez? Hát az eddig is így volt, hogy a fideszes képviselők az Európai Parlamentben egyébként rendkívül fegyelmezettek, tehát a pártfegyelmet ott is tartják, nem szoktak másra szavazni, mint amire az Európai Néppárt képviselői, ezért nem meglepő, hogy ők nagyon békülékeny hangnemet képviselnek a saját pártjukkal szemben, ugye. Ezzel szemben viszont, amikor konkrét Magyarországot érintő kérdések vannak, csak akkor állnak ki igazából a néppárt, vagy esetleg más európai mainstream pártok ellen. Egyébként ők abszolút a mainstream álláspontot képviselik, ezért az, hogy az EP képviselők nem, akik ugye minden nap Brüsszelben dolgoznak brüsszeli kollégákkal, azok nem meglepő, hogy ők békülékeny hangnemet ütnek meg. Mondjuk tegyük fel, hogy Franciaországban Macron nyeri az elnök választást, akkor ezt a bizonyos levelet nem lehet majd lobogtatni a Fidesz előtt egy év múlva? Arra gondolok egészen konkrétan, van benne egy meglepő sor, számomra meglepő volt. A római nyilatkozat szellemében kívánunk részt venni az élénk vitában és Európa újragondolásában, ahogyan azt Macron elnök jelölt javasolja az unió egyik jelentős alapító államának képviseletében. Macron elnök jelölt. Hát mit javasol Macron elnök jelölt? Valódi gazdasági uniót akar, közös költségvetéssel, közös pénzügyminiszterrel. Ezt akarja a Fidesz? Nyilván nem. És hogy benne van a levélben. Alapvetően szerintem a hozzáállást próbálták, ugye Macron is van egy ilyen elitellenes, néha elitellenes megszólalása. Legalábbis az Európai Unió jelenlegi formációját Macron sem tartja jónak, Orbán Viktor is maximum fenntartásokkal. Mind a kettő. Hát az egyik itt van, a másik meg. És különböző válaszai vannak. Két véglet. Ők nagyon szeretnék, hogy nagyon sokat változzon az Európai Unió mind a ketten, csak teljesen más irányba, tehát ebből a szempontból természetesen nem értenek egyet. Térjünk vissza reakciókra. Volt már ilyen vita az EP-ben Magyarország miatt, fel is szólalt akkor is ugye a miniszterelnök. Mennyiben volt ez a vita más? Mondjuk az uniós politikusok felkészültebbek voltak-e? Egyes uniós politikusok, mint annó?
Hát ugye abban volt más, hogy itt a migráns kérdés az alapvetően elő tudott jönni. Tehát a médiatörvény idején ez egyáltalán nem volt, és a Tavares jelentés idején sem volt ez egy központi kérdés. Tehát a migráns ügyek, az, hogy előjött egyáltalán ez nagyon, és az nagyon fontos volt, és ez e köré fűzte fel mondani valójában gyakorlatilag minden Orbán ellenes felszólaló. Úgyhogy ebben volt ez nagyon különböző. Abban a szempontból nem voltak felkészültek, vagy lehet, hogy felkészültek, vagy csak nem látszott, hogy az aktuális ügyekről, a CEU törvényről, a civil törvényről, a nemzeti konzultációról alig-alig szólaltak meg. Tehát ebből a szempontból nem volt itt a migráns ügyek. Hogy komolyan például egy EP képviselő, aki azt mondja, hogy halálbüntetést akarja Orbán visszavezetni, hogy a Verhofstadt illiberális demokráciát épít, Orbán elüldözi a sajtót, a halálbüntetést is bevezetni, de nincs rá lehetősége. Most bezáratná egy egyetemet, mi a következő lépés, hogy a Kertész és Konrád könyveit fogják égetni a Kossuth téren? Hát nyilván itt erős túlzások vannak, ugye folyamatosan mennek a barokkos túlzások a parlamenti felszólásokban, hogy ezt elsősorban a saját választóknak próbálják eladni, elsősorban odahaza próbálják eladni az EP-s politikusok ezeket a beszédeket, ott pedig senki nem tudja Magyarországon pontosan mi történik, egy ilyen halálbüntetéssel sokkal jobban lehet alátámasztani a mondatot, mint egy migráns politikai, szakpolitikai eltéréssel. Mi lehet a kifutása ennek az egész vitának? Mi látszik most, hogy a néppártban komolyan felvetődik-e esetleg ezek után, hogy kizárják a Fideszt, illetve lehetséges-e az a bizonyos hetes cikke, hogy ezt Magyarország ellen bevetik? Ugye ez ismét elhangzott több beszédben is, hogy a hetes cikkét ezt így lenne bevetni. Ugye amíg a néppártban benne van a Fidesz, addig nem gondolom, hogy a hetes cikke egyáltalán szóba kerül. Én úgy gondolom, hogy mind a két fél alapvetően örül ennek az ilyen vitáknak, mert meg tudja határozni a saját ellenségképét. Tehát a Fidesznek is jó, hogy meg tudja mutatni, hogy Brüsszelben őt mennyire támadják, a brüsszelieknek is, hogy meg tudják mutatni, hogy ők mennyire antipopulisták, és mennyire utélik a populizmust, és közben kiállnak az európai értékek mellett. Igazából mindenki eléri a célját, szerintem nagyon komoly változást egyikőjük sem szeretne. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm.